Egy ilyen középkori kulcs, ami nekem kedvencem, nagyon tetszik, és egy nagyon érdekes föltehető, ez is ilyen szabadkai eredetű lehet. Kedvenc régiségeit mutatja a szabadkai nyomdatulajdonos Özvegy Károly. Mint mondja, már az anyatejjel szívta magába a szülőföld és a könyvek iránti szeretetet, amely hivatásában a nyomdaiparban fonódik össze. Avval van összefüggésben, hogy itt vagyunk. Az itteni dolgokat szinte kötelességemnek érzem, hogy összeszedjem, hogy megőrizzem az utókor számára, hogy ezek ne vesztenek el. Károly 1992-ben a háború idején indította el a nyomdáját, amivel a nehéz időkben támogatta a délvidéki magyarság kulturális életét. Ekkor jelentették meg először a Bácsország című folyóiratot is. Itt van a Bácsország, mint olyan, és ezt már több mint 20 éve létezik, és hát erre nagyon büszke vagyok, mert helytörténeti dolgokkal foglalkozik. A folyóirat megjelentetése nem volt veszélytelen vállalkozás, de Károly küldetésének érezte, hogy minél több magyar megismerje szűkebb hazája történelmét. A Milosevic időszakban talán bármi veszélyes vállalkozás lehetett, ami nem egyezett meg az akkori propagandának, az akkori rendszernek, ami bármilyen kis mértékben is forgácsolni próbálta a rendszert, vagy megkérdőjelezni. Hát azt hiszem, hogy a Bácsország honismereti folyóirat talán egy picit ide is tartozott, hiszen olyan kényes témákkal is foglalkozott, amelyek akár bánthatták is az akkori rendszert. A nyomda az évtizedek során folyamatosan fejlődött. Elsősorban könyveket és folyóiratokat állítanak elő kis példányszámban. A cég minden délvidéki magyar kezdeményezést felkarol. Épp úgy támogatom azokat a helytörténeti kiadványokat is, amelyek hát délebről jelennek meg. Hát itt van egy kis falu, Ürményháza, annak a monográfiát is kinyomtuk, és nagyon-nagyon sokkal hozzájárultunk. A délvidéki magyar kultúra támogatásáért Károly idén kiérdemelte a Magyar Arany Érdemkeresztet. Egy ilyen kitüntetésre, se a Kossuth díjra, nyilván nem pályázik az ember, se nem számít rá, ezt megkapja. Nyilván mások döntik el. Én nagyon boldog vagyok azért, hogy mások eldöntették, hogy én egy ilyen elismerésben részesüljek máskülönben. Tehát én magam úgy érzem, hogy én csak teszem a dolgom. A nyomdában jól megférnek egymás mellett a régebbi és a legmodernebb gépek is. A fejlődés már közel 30 éve tart, amelyben nagy segítséget nyújtott a Prosperitáti Alapítvány. Időközben de történt egy olyan változás, ami a vajdasági magyarságnak hát nagyon komoly előnyt biztosít, és ez pedig a Prosperitáti Alapítványnak a létrehozása, ez a mi nyomdánknak is nagyon sokat jelentett, mert pályáztunk, sikeres pályázatunk volt, és hát nagyon szépen berendezkedtünk gépekkel, berendezésekkel. A nyomda jelenleg 16 embernek ad munkát. Van, aki már évek óta dolgozik itt, de vannak olyanok is, akik nemrég hagyták el az iskolát. Danikám, mennyi van kész, azt mondja, nézzük csak meg. Hoppá, 900 van kész. Dani 3 éve dolgozik a nyomdában, annak idején gyakorlatát is itt töltötte. Mint mondja, nagyon szeret itt dolgozni, mert változatos a munka. Fix munkahely, nagyon jó a munkakörülmények, családias hangulat, és mindig újdonságok vannak, új gépek. A fiatalok szülőföldön tartása Károly szívügye, ezért a jövőben még több fiatalt szeretne alkalmazni a nyomdában. Mi itt születtünk, ez a szülőföldünk, ez a hazánk. Itt Debrecenben is 80%-ban ugye magyarok dolgoznak nálunk, tehát van egy pár horvát munkásunk is, de én valójában azt szeretném, hogy itt boldogodjunk, ne hagyjuk prédának ezt a részt, ez a miénk volt, maradjon is a miénk. Károly a délvidéki magyar kultúráért tett fáradozásaival, töretlen lelkesedésével és kitartásával rászolgált a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésre. A munka megy tovább, Özvegy Károly legfőbb célja, hogy minden helyi magyar úgy ragaszkodjon szülőföldjéhez, ahogyan ő.